Műsorunk támogatója a Hargita Népe. Köszöntöm Önöket! Kérem, tartsanak velünk ezúttal is, mert rengeteg csodát, titkot rejt Korond még mindig. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek! Korondon a Pál Antal kerámia mester műhelyében vagyunk, és éppen munkaközben látjuk a tevékenységet. Mi az, ami most készül? Hát ez most egy ilyen kicsi szoborszerűség lesz. Előbb megkorongoztam a testét, most pedig felöltöztetem. Megcsinálom a fejét, kezeit, majd adok a kezébe valamit, hogy legyen témája is, mondani valója neki. És hogyan döntöd el azt, hogy akkor pontosan mi lesz? Hát most szeretnék egy Szent Istvánt csinálni. Koronával, meg jogarral, meg országalmával. Aztán meglássuk, hogy sikerül, majd ha kész lesz teljesen, akkor le lesz írókázva, és akkor majd akkor derül ki, hogy néz ki éget is. De kezeit is megkorongoztam, azt majd felragasztom ezt is. Hogyan kell felkészülni mondjuk a nagy turista szezonra? Nincsen konkrét elképzelés. Minden, ami hagyományos, amit csinál a Pál család eddig is, amit csináltunk, azt abból csinálunk, hogyha jönnek például pünköskor, jönnek rengetegen. És akkorra legyen készen, és úgy egész télen azért lehet dolgozni, mert ugye akkor nem jönnek. Tudjuk azt, hogy pünköstkor lesz a búcsú, és a búcsúval egybekötve lesz egy fazekas vásár is. Erre hogy kell elképzelni, hogy mondjuk egy fazekas mester akkor kimegy és kiteszi a portékát? Milyen tárgyakkal, vagy melyek azok, amiket inkább keresnek mondjuk a turisták ilyen alkalommal? Van egy fazekas szövetségünk itt a faluba, és ő szervezi ezt a bizonyos vásárt. Én is részt szoktam venni, néha rajta. Mikor van annyi cserepem, hogy oda is jusson, mert nem mindig sikerül annyit készíteni egész tényleg. És hát mindenki a saját portékáját viszi. Tulajdonképpen szinte nincsen két egyforma fazekas stand vásárban. Mindenki egy kicsit másképp csinálja. Más a díszítés, más a formák, mások, minden más. És hát azzal készül mindenki, amit egész télen csinált. És ott megjelenik, úgyhogy ez nagy ünnepnek mindenféleképpen. Hát ugye főleg azoknak, akik nem érnek le, hogy a főút mellett tudjanak árulni, mert általában a fazakasok azok beljebb laknak a falu belső részébe, és akkor ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy megmutatkozhatnak. Kik azok, akik inkább jönnek, érdeklődnek ezzel az alkalommal? Hát most már vegyes kezdett lenni, tehát nem csak a pünkösre, nem csak a vallási ünnepre jönnek tulajdonképpen, hanem mint turista is jönnek. Inkább magyarországi vendégek. Hogyan lehet megélni egy ilyen mesterségből? Rengeteget kell dolgozni, az az igazság, mert messzebb jön ebbe az anyagba a pénz. Sok munka van vele. Mi például már családi hagyomány, hogy tartjuk ezeket a színeket, ezeket a formákat, ezeket a motivumokat, a Pál család. Nagybátyáim is, én is, édesapám is ezt csinálta, ő már nem él sajnos. Édesanyám még írókázik, és akkor így ketten csináljuk ezt a fajta cserepet. De hát kevesebbet lehet ilyen hagyományosból csinálni, tehát nem tudunk belőle tömegtermelést csinálni. Jó, a kevesebbet tudunk csinálni, ezért aki megveszi is, inkább az, aki értékeli. Tehát. De viszont vannak mások, akik tudnak csinálni tömegtermelést.
Hát ott persze még több munkával, de hát akkor ott már nagyobb mennyiséggel összehozhatok. Nekünk úgy általában minden évben ugyanannyit tudunk csinálni, és annyit el is tudunk adni, hál' Istennek. Milyen motivumrendszerrel dolgoztok? Tehát említetted azt, hogy majdnem egyedi, vagy sajátos, nem egyedi, hanem sajátosan alkalmaztok egyfajta motivumrendszert. Hát sajátos egyszer is, ami meghatározza a színek. Ugye a sárga, barna, a zöld és a kék. Tehát a domináns a zöld szín benne. Ami rézoxid, ami nagyon mennyiségben volt régen. Jobban hozzáfértek, a fazekasok is olcsóbb volt. A kék az kobalt, ami nagyon drága volt, az Németországból kellett beszerezni, már akkor onnan hozták a kereskedők. Azért van az, hogy a szászok például rengeteg kéket használtak, nekik jellemző a szász cserepekre a kék. Továbbá, ugye a kontúrozás az irokával történik, és a barna színnel van kontúrozva minden. És akkor jönnek az alapmotívumok. A madár, a tulipán, a különböző életfa motivumok, a cserelapi, az ékkelszeget, az ökörhúgyos, ez a hullámvonal tulajdonképpen, ami a legrégebbi. Akkor a csikiszoknyás, kapuzábé és kazettás minták, ilyen felosztott, tehát a felület fel van osztva négy egyenlő részre, és akkor különböző színű mezőkbe jelenik meg ugyanaz a motivum. Azon kívül a gyopáros, margarétás, és hát ezeknek az alapmotívumoknak a kombinációi az szerint, hogy milyen formára tevődik fel az a motivum. Szóval nagyjából ezek határozzák meg itt a mi, tehát ettől lesz jellemző a miénk. És ez a motivumvilág, ez körülbelül Magfalvától Székelyudvarhelyig volt jellemző, tehát innen erről a vidékről származik, nem csak Korondi. Sőt, hogy Korondon rég-rég nem is díszítettek. Milyen tárgyakat szoktál készíteni, vagy melyek a leggyakoribbak? Hát most már ugye kicsit a kereslet után kell igazodjunk mi is, és ezt felvállalom, mert muszáj. Tehát nem maradhatunk csak káposztafőzőnél, vagy csak lekváros edénynél, vagy palaktenésnél, vagy csak kimondott a használati edényre. Tehát egy kicsit dísztárgyak is lettek belőlük. Szerencsére, mert ezzel talán meg tudjuk menteni az egész hagyományt tulajdonképpen. Tehát tányérokat, bokájukat, különböző használati edényeket is, kávés készlet, vagy pálinkás, vagy például kályhaszemeket, amik most már nem a kályát díszítik, hanem felkerültek a falra. És ezeket csináljuk. Nagyobb edényeket, boroskancsókat, nagyobb tányérokat, tálakat, stb. Fűszeresek, ilyenek. Tehát ahhoz, hogy mondjuk a kész termékig eljussunk, annak van gondolom egy folyamata. Tehát az anyagbeszerzéstől egészen a termékig, amelyet látunk a polcon, vagy egyáltalán a vásáron. Mi a folyamata ennek? Hát a kész termék, sajnos időben nem tudtuk lemérni, hogy most mennyi időben telik egy darabnak az elkészítése, de nagyon összetett a dolog. Tehát úgy kezdődik, hogy az anyag megmunkálás, az agyagnak a kitermelése a földből. Ezt ilyen szelőkéssel kiszeljük a földből az agyagot, és akkor otthon két henger között megőrlődik, kétszer-háromszor, utána meg kell gyúrni, jó finomra elő kell készíteni, tehát ez ennyire képlékeny kell legyen ahhoz, hogy meg lehessen munkálni. Utána jön a fazekolás. És fazekalás után általában például egy darab éppen most szárad, egy kicsit, hogyha még megszáradt, az nagyon nyers most, kap egy fület, még egy picit szárad, bemártjuk az engóba, ami kaolin tulajdonképpen, a fehér földnek nevezzük, az megszárad teljesen, utána jön az irokázás,
És írókázás után jönnek a színek, a zöld, kék, barna, barna szín, akkor jön az első égetés után rájön a sárga szín, a mázolás, és akkor a második égetésnél kapja meg a végleges színét a cserép. Körülbelül ennyi. Aztán pedig mindenki, ahogy tudja, úgy értékesíti, az is oda tartozik a folyamathoz. A lényege fazekalásnak, hogy mindig azt nézi meg mindenki, hogy aki ért hozza, hogy egyszer megemeli az edényt. Hát ha már a formáját szemügyre vettük, hogy most milyen forma sikeredett abból. De utána meg emelítsük, hogy a súlya mennyire van kivékonyítva az edénynek a falon. Ez nagyon fontos, hogy minél könnyebb legyen az az edény. Tulajdonképpen nem az a nagy fazakas, aki minél nagyobb edényt csinál, hanem aki minél könnyebb, és hát a forma az, ami sokat mondó tud lenni. Kicsit kevés jelenkező van erre mostanában sajnos, de viszont kitartás kell hozzanak, sokat kell próbálni. Ez az improvizációról szól a fazakasság tulajdonképpen, mert mindenkit nem lehet valakit úgy meg egyformán tanítani, ugyanúgy, mint a másik embert a fazakasságra. Mindenkinek más a keze formája, másképp fogja meg az agyagot, másképp húzza fő, és akkor ezt úgy saját magának ki kell tapasztalja mindenki. Tehát effektíven bárkiből lehet fazakas, aki kellően kitartó. Nem muszáj korondra szülessen. Korondon látogatunk újra, és lassan elérkezik a nagy turista szezon. Hogyan készülnek erre a turista szezonra? Igen, hát a hosszú tél után, igazán, mi az idén volt, elsősorban az emberek egy nagy takarítással kezdik az elárusító üzlethelységekben igazán a rendet, és lassan-lassan felkészülünk az egyik legnagyobb turisztikai eseményünkre, a pünkösdi fazakas vásárra, mert ez van leghamarabb az ünnepek után, és ezzel tulajdonképpen megkezdődik Korondon a szezon, a vásár szezon, hisz azt kell tudni igazán, hogy körülbelül 3-4 hónapot tart a nyári hónapok folyamán, és még december hónap folyamán megint egy hónapra fellendül ez a turisztikai folyamat. Hogyan kell elképzelni egy kicsit ezt a vásárt, tehát fazekas vásár, pünkösdi búcsú? Hogyan kell elképzelni, tehát hogy mire számíthat a turista, amikor ide érkezik? Igen, minden mellett, hogy Korondon egy állandó kirakodó vásár van, igaz, a pünkösdi fazakas vásárnak a jellegzetessége az, hogy itten a kiállítók csak direkt termelők lehetnek, csak kerámiából állíthatnak ki, és az Életfa Fazakas Szövetségnek a tagjai. Ez egy olyan kezdeményezés volt, hogy egy kicsit a fiataljainkat és bátorítani, hogy ezt a mesterséget, ezt a szakmát nem szabad elhagyni, és ennek az érdekében jött létre az Életfa Szövetség, aki irányítsa ezeket a dolgokat, és bízom abban, ahogy az idő bizonyítsa, hogy több fiatal megpróbálja ezt a szakmát, és miután kialakították az élményműhelyt, ahol nem csak a turisták, vagy az ide látogató gyerekek próbálhassák ki a fazakasságnak a fortéjait, a festészetet, hanem bárki, aki oda ment, ezt, hogyha létre tudjuk hozni, és mi még jobban kibővíteni, azt hiszem egy központtá fogunk kialakulni, egy olyan fazakas központtá, ahol nem csak a maga a kiállítás, az eladás, hanem az is egy fontos szerepet fog játszani, hogy akik ide jönnek, mint ahogy mondtam, meg tudják próbálni élőbe maga a fazakassának a fortéjait. Honnan érkeznek inkább a turisták? Kik azok, akik érdeklődnek? Ilyenkor most már a pünkösdi vásárra általában az anyaországból, igaz-e, akik a pünkösdi búcsón részt szeretnének venni a csíksomlyói búcsón, de vannak más országból is, külföldi turistákról van szó, sőt vannak, akik belföldről érkeznek, nem csak az anyaországból, hanem a Partiumból is. Isten az élményműhely mellett még létrejött egy szekeres látogatás is, ahol a turistákat elviszik, és különböző szakmai ágazatokhoz, mesterekhez, itt legyen fazakas műhelybe, szövőműhelybe, taplász műhelybe viszik el a turistákat, és akkor ezek
közvetlenül a mesteremberrel, közvetlenül az alkotóval tudnak tárgyalni, hogy mi, hogy készül. Hogyan látja, hogy mennyit maradnak itt a turisták? Tehát, hogy körülbelül hány napot töltenek el? Igen, éppen ezért most a két esztende, három esztende létrejött a Korondi Turisztikai Egyesület, és ebben lépéseket kell tenni, mind a mellett, hogy a Sóvidéki Turisztikai Egyesülethez is tartozunk, Koronnak külön egy turisztikai egyesületet alakítottak meg, mert itt az az elképzelés, hogy a turista ne csak egy átútazó turistaként érkezzen meg ide Korondra, hanem tudjunk olyan programokat ajánlani nekik, amivel 2-3 napot, 4 napot, sőt, ha azt veszük már, ha a kis térségben gondolkozunk, akkor egy hetet tudnunk nekik, egy hetes programot ajánlani, ami magába foglalná úgy a sóbányának a meglátogatását, a korondi fazakas műhelyeket, a varsági vízesést, az oroszhegyi szilvapálinka kóstolást, a Kőrispataki Szalmakalap Múzeumnak a látogatását. Most már nem csak Korond magáról kell beszélgessen, mert mi Korond egyedül nem tudjuk azt a program csoportot biztosítani nekik, ami esetleg 4-5 napig itt tudna tartani, de egy egyesület ezt meg tudja szervezni, persze, hogyha közösen dolgoznak a többi településekkel. Milyen tervek vannak még ezzel kapcsolatban? Hát minden mellett igaz, hogy az, hogy valakit, vagy turistát itt lehessen tartani, olyan programokat kell kitalálni nekik, ami nekik is kedvez. Éppen ezért a tavaly megépítéssel került a korondi élményfürdő, Csobbanó. Ezt az idén kell folytassuk. Az Isten megsegít, az idén 100%-ban befejeződik, a tavaly a 80%-ban ez megépítődött, ezzel is egy-két napot esetleg a turisták itt tudnának maradni, sőt, igazán látogatván az Aragonit Múzeumot, a Sószorost, ezek mind olyan élmények lennének, vagy egy nagy sajátossága, most jelentőséggel bír mostan, hála Istennek, az őstermelőknek a terméke, a pálpataki füstölt sajt, vagy a fenyőkúti füstölt sajt, igazán ők hozzánk tartozó települések, ahol el lehetne látogatni, meg lehetne nézni azt, hogy ott még János bácsék, hogy készítik hagyományosan ezeket a termékeket. Én azt hiszem, hogy Korond egy olyan település, hogy minden mellett, hogy nagyon sokat járt vendégszeretetéről, olyan híres pontosan, mint a fazakasságáról. Jó lelkű emberek vannak, a turisták megtalálják azokat a kapcsolatokat kialakítani úgy, mint ahogy mondtam, intézményen vagy baráti, fizikai személyen, vagy családon keresztül, ahol éveken keresztül egy szoros kapcsolatot tudunk kialakítani. Ez Korond, ezért híres. Mint ahogy mondták, igazán akkor lesz világvége, amikor minden korondi egyszerre odaazza lesz, hát egyszerre sohasem tudunk ideazza lenni, mert mindenkinek ez a megélhetés, ez egy olyan lefoglaltságot ad, aki elszólítsa egy adott pillanatban a maga a községről az embereket. Hogy jövünk rögtön a bejáratnál, egy kicsit arrább, ott van a forráspanzió és kávézó. Mióta működik a forráspanzió? 2000 tavasszán nyitott a kávézó, és 2000 ősszel nyitott egy része a panziónak. 9 szobát akkor nyitottunk meg. Most hány férőhelyes a panzió? Most 50 fő befogadására alkalmas. Hogyan látja, hogy mennyire nehéz működtetni a jelenben? Nehéz volt a szakmát, meg kell tanulni, ennyi év után megtanultuk. Már tudjuk a minden árnyékos oldalát is, tudjuk a napos oldalát is, turisták kellenének most már. Ezelőtt 15 éve az embereknek is a felfogások is más volt. Most már a vendégek is nem úgy jönnek, hogy vándorolunk vagyok, nem tudják, hogy akkor, hogy hova mennek, előre megszervezik, hova mennek, hány napra, lebeszélik a lehetőségeket is, hogy mivel várjuk, mit ajánlunk, mit mennyiért. A turisták általában, ha jönnek 3-4 napra, vagy mondjuk, hogy 3-4 napra, abból 3-4 órát töltnek Korondon, amit itt eltöltnek. A többit próbálnak ők csillagtúrával meglátni mindent. Ők jönnek ide, mondjuk a Sóvidék, szeretek menni Szovátára, Parajdra,
akkor átmenni a Tamáshárori síremlékre, át akarnak menni Gyilkostóra, és mindig, mikor távoznak, mondják, hogy nem volt elég az idő. De ez egy jót jelent. Igen, jó, és akkor a másik, hogy a Korondon is most már vannak több lehetőség van, hogy túrázásra is lehetőség van, akkor szekerezésre is lehetőség van, akkor lehetőség van, hogy akkor ellátogatnak a mesterekhez is. Mi az, amit a leginkább igényelnek? Mi az, amit a leginkább meg akarnak nézni? Mire kíváncsiak itt Korondon? Vannak aragonit múzeumban, Csigadomban, akkor vannak több ásványvízforrás van, van a Likaskő, az a nevezetes, akkor van a Firtusvára is van, ahol lehet turázni, szekérre kimenni, sőt, még kocsival is ki lehet menni. Akkor meg van, mondom, ez a főutca is, meg akkor a mesterségek látogatása. Honnan számítják Önök a turista szezont konkrétan? A turista szezon az elég rövid. Az július eleje, augusztus vége, az a két hónap, amit azt mondhassuk, hogy turista szezon. Honnan jönnek inkább a turisták? A turisták 80-90% Magyarországra. Nyári szezonban vannak román ajkúak és jönnek románok, és azok inkább a rajdos szobátát kedvelik jobban. Érdekes, hogy a szilveszterkor van az az egy hét, az az év vége, akkor több román jön. De a nyári szezonban inkább magyarok jönnek. Azért itt a panzió mellett még van medence is, hogyha jól értem. Van, hát hátul van egy nagy kertünk, a kertben van kialakítva egy játszótér, van egy minifocipálya, van egy grillezési lehetőség, egy olyan lefedése, akkor van egy medence, van mondtam az árparkoló, ingyenes az árparkoló, de úgyhogy nem pénzes. Szoktunk esténként tábortüzet csinálni, hogyha a csoport akarja. Ott, amikor esténként szoktunk csinálni, vagy akkor kér igényre. Malacot sütünk tábortűzzel. Hát szerintem azért én úgy gondolom, hogy ez Erdély szívében van, és egy olyan helyt vagyunk, mint Korond, hogy csillagturában el tudunk, hogy az turista pár nap alatt egyenlő távolságra több helyre el tud menni. Például Gyilkostó 100 km, Segesvár 60 km, Marosvásárhely 80 km, Csíkszered a 90 km, Udvarhely 25 km, akkor nem messze van a Szalmakalap Múzeum, az egy 20 km. Úgyhogy csillagturában, ha idei Korondra, erre a vidékre, lehetősége van eljutni szinte nagyon sok helyre. És akkor estére persze visszajött. Kedves nézőink, lassan műsorunk végéhez értünk, ennyi fért bele műsoridőnkbe. Remélem, tetszett Önöknek. Kérem, tartsanak velünk jövő héten is, a legközelebbi viszont látogatásra.